Sziasztok! Én Horrad Gábor vagyok, ez itt a Basement Rebel csatorna, és ebben a mai áthúrozlak videóban a vendégem nem más, mint a Blade P2 fretless basszus Ez a nagyon különleges basszusgitár, annyira nem drága, Viszont talán az egyik legjobb négyhúros fretless basszusgitár, amit valaha próbáltam, és amit valaha volt szerencsém a kezeim közé kaparintani. Nagyon nehéz jó fretless basszusgitár találni, és azt mondják, hogy az a jó fretless basszusgitár, ami jól tud nyávogni. Én azt mondom, hogy az a jó fretless basszusgitár, ami jól be tudnak indulni, be tudnak gerjedni a hangok, és ez a hangszer, ez tényleg egy olyan hangszer, hogy penget felhúzod a hangot, és ott utána elkezd fortyogni, forrani ez a hang, és felemelkedik, és egyszerűen ez a tökéletes fretless basszus gitár nekem. Pedig ez tényleg nem egy drága hangszer. Ezeket a basszusgitárokat Gary Levinson építette. Ő egy svájci hangszerész, aki nagyon sokáig hangszerészettel foglalkozott, majd a 80-as évek végén elkezdett egy saját márkát építeni, amelyeknél a hangszerek darabjait először Japánban, majd aztán Koreában rakatta össze, és így megalkotta a Blade by Levinson márkát. Ennek a basszusgitárnak van még egy másik különleges storia. Hát ez volt az a basszusgitár, amin először játszottam olyat a feleségemnek Dórinak, amit egy kicsit elérzékenyült, mondjuk úgy, hogy el is sírta magát. Úgyhogy ezt a basszusgitárt, ezt nem szeretnénk a kezünkből kiadni, nagyon szeretjük. Úgyhogy itt a helye nálunk a lakásban. Na hát álljunk is neki a húrozásnak. Örni Ball Slinky Flatwound húrkészletet fogok majd rátenni a hangszerre, de most ebben a pillanatban most még roundwand húrok vannak rajta, tehát normális basszusgitár húrok, nikkelezett acél húrok. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egészen máshogy fog szólni ezzel a kobalt flettel. Meglátjuk majd, hogy mennyit változik, de először is szedjük le a húrokat. Na, előveszem a kis kínzó eszközeimet, hát először is lelazítjuk a húrokat nek a kurbinak a segítségével. És az is érdekes ennél a basszusgitárnál, hogy ezen is fordítva működnek a kulcsok, úgyhogy amerre a többi basszusgitáron meghúzni szoktuk a húrokat, most arra az irányba tekerem, és közben elengedik a kulcsok ezeket a húrokat, úgyhogy könnyebb lesz őket majd levágni. A nagyon szép aranyszerelék van rajta, és ez a basszusgitár, gitár, ez még a 90-es évek elején készült, úgyhogy ez még japán alkatrészekből van. Japán hardware, japán fák, japán juhar, japán ében fogólap, és arany szerelékek, Ezek nagyon jól néznek ki. És kulcsok, nagyjából ugyanazok a kulcsok, amik a Fender hangszereken is találhatók. Ha jól tudom, akkor gotó gyártmányúak. Na, itt a kis vágóeszközünk, úgyhogy ezzel el is vágom itt a húrokat. Bye-bye! Ezeket pedig dobom bele a szelektívbe. Eddig 45 húrokat használtam ezen a hangszeren. Most le fogok váltani 45 százasra. Remélem, hogy jól fog azért működni. Nézzük még innen, és kiúzzuk a húrokat. Ez a hurláb egyébként elég masszív. Nem annyira fender jellegű, egy kicsit talán modernebb. Annyit még elkövettem ezzel a basszusgitárról így az idők folyamán, hogy a hangszedőit kicseréltem Simur Duncan zajmentes single coilokra, amik nekem sokkal jobban tetszenek hangzásra. Elég jó vastag, meleg hangzásuk van. A gyári hangszedőket annyira nem szerettem, mert azok nagyon vékonyan szóltak. Hát ezekkel a hangszedőkkel viszont megtaláltam azt, amit nagyon szerettem, vagy nagyon kerestem ebbe a fajta fretless basszusgitár hangzásba. Hát ugye a jazzbészeknek nagyon jó ez a fretlesség, úgyhogy ennek a is ez nagyon jól áll. Ez ilyen japán szenkőrisből van, nagyon szép az erezete. Ugye a nyaka az juhar, a fogolap pedig épenből van. De azért még itt látok egy kis koszt, úgyhogy ezt itt eltávolítjuk a fejről. Meg hát egy kicsit áttakarítom azért a fogolapot is. Hát azért ezek a húrok, ezek adtak neki egy kis karcot, úgyhogy azért kapta ez itt az elmúlt időszakban. Az első, amivel végigmegyek rajta, az a Dálok 01-es tisztító. Nézzük, mennyi koszgyűlem lett fel ezen az ében fogólapon. Szépen végigfújom a fogólapot ezzel a tisztító szerrel, és egy kicsit így bedörzsölgetem, hogy mindenhol egy kicsit legyen olyan. Szépen oldja fel a koszt ez a Dunlop 01-es, és már látható, hogy itt is jön a kis koszocska. Hát, így összességben, hogyha megnézem ezt, ugye ez egy ében fogólap, és ugyanilyen színű kosz jön le mindegyikről, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a por és az izzadságnak a keveréke. Az én fogólapjaim sajnos ennyire koszosak. Szerintem részben annak is köszönhető, hogy elég sokat állnak a hangszerek, porosodnak, hogy ráizzadok, amikor játszok, és akkor úgy marad a fogólapon. Nyilván a fogólapot nem tudjuk úgy végig tisztítani egy játék után, mint, mint magát a húrokat. Úgyhogy hát adok neki még egy kör ilyen tisztítószert, és ezt is egy kicsit vég törölgetem így ezzel a zsepivel. Azért ennek az évben fogoloknak is jót tesz egy kis tisztogatás. Van mit leszedni róla. Na hát még ennyi jött le, ahogy kell. Azért elég koszos volt, és hát azért ennek is adunk egy kis olajat, ne száradjon ki már itt gyenge hétköznapjaiban. Az ápoló pedig nem más lesz, mint ez a Dunlop 02-es. Ez egy ilyen olaj, ezzel szépen kipingálom ezt a nyakat. Elejétől a végéig kap az ében, biztos, hogy ott fog neki tenni. Azért egy pár éve volt már utoljára kezelve. Úgyhogy amit most láttatok, hogy lejött róla a kosz, az egy pár évnek a műve közben volt egy hangszerboltban, ott bizományban volt felakasztva, de aztán szerencsére senki nem vitte el, és így megmaradt, és így aztán haza tudtuk hozni. Azért én sajnáltam ezt egy kicsit, de hát annyi négy húros fretless hangszerem volt, és végül is úgy döntöttem, hogy ezt tartom meg a többiek közül. Volt egy másik hangszerem, amit eladtam, egy Lakeland. Az annyira nem nőtt végül a szívemhez, úgyhogy emellett maradt a döntésem. Ugye ja, most ebben a pillanatban két darab négy húros fretless basszus van, az egyik az ez, a másik pedig a Jaco Pastorius Fender. Arról is láthattok egy videót, ahol éppen áthúrozom. Ennek a linkét majd a leírásba belerakom, és meg tudjátok nézni, ha még nem láttátok. Na most, ameddig hagyjuk egy kicsit, hogy beszívódjon ez a kis olaj, addig megnézegettem ezt a húrt. ez a húr ez nem más, mint az Ernie Ball Slinky Farm-ja, ami egyébként egy kobalt készlet, tehát anyagát tekintve kobaltból van, és itt azt írek, hogy Super Bright kobalt Ribbon, ezzel van bevonva végül a húr, aminek kobalt underwrapjei vannak, tehát gyakorlatilag a hex core, amire felhúzzák ezt a húrt, az talán csak egy sima stainless steel hex core, és akkor erre kobalt wrapping jön, azzal van így behúzva, és a végén egy ilyen ribonnal van bevonva, attól lesz ilyen szép sikamlós a húrnak a felülete, és attól lesz ennyire jó rajta játszani. Hát már nagyon várom, hogy milyen lesz végül, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fog szólni. Eddig, amire én kobalt húrt tettem, mindig azt vettem észre, hogy a mélyek, a magasak azok így előjönnek, ez egy fret lesz, nagyon jól tud jönni, és a közepek egy kicsit a háttérbe szorulnak az átlagos húrokhoz képest, és biztos vagyok benne, hogy ez is ilyen lesz, úgyhogy biztos, hogy szuper jól fog szólni a hangszer. Hangszedőkön kívül a másik modifikáció ebben a hangszerben az az, hogy az elektronikája az ki egy zokó, hát sajnálom az hogy már nem csináltam ezeket az elektronikákat, nagyon szerettem őket. Szóval ebbe egy háromsávos zokó aktív elektronika van, aminek egy ilyen aktív balanszkontrollja kontrollja van. Gyakorlatilag a két priembe megy be a két hangszedő. Például az elektronika üregben lehet állítani azt magán az elektronikáim, melyik hangszedő mennyire legyen hangos, amikor összekeverjük őket. Ez hát egy nagyon jó priem volt, nagyon remélem, hogy lesz ennek folytatása nagyon remélem, hogy újra a piacra kerülnek az olko OK elektronikák, mert én nagyon szerettem őket. Na hát szerintem most már egy kicsit beszívta az olajat a fogólap, még egy Jepivel így áttörölöm, hogy a maradékot leszedjem róla, aztán utána rámegyek egy rongya, egy kicsit áttörlöm magát a testet is. Na hát azért jó tett ennek az ében fogólapnak az, hogy kapott egy kis olajat, nagyon szépen csillog, most nagyon jól néz ki. És hát egy kicsit áttakarítjuk magát a hangszert is. Erre a szokásos Planet fogom használni, az hogy szépen befújkálom itt a fejét, meg a testét a gitárnak, és áttörlöm egy rongya. Egyébként ez a gitár, ez olyan közepes súly, olyan 4 kg körüli lehet. Nem annyira könnyű, nem annyira nehéz, éppen ideális, optimális, hogyha nagyon könnyen lehet vele játszani a fogólapon nincsenek jelzések, csak itt oldalt vannak a bepöttyözve a bunt helyek. Hát sokan vannak úgy, hogy ezt egy kicsit sajnálják, de én úgy gondolom, hogy ezek a fajta ében fogólapok, ezek sokkal jobbak olyan esetben, hogyha nincsenek így megcsíkozva, mert azért ezek a mindenféle juhar és műanyag csíkok, ezek máshogy szoktak viselkedni, mint az ében fogólap, egy kicsit kiszoktak türemkedni, úgyhogy időnként meg kell csiszolni a fogólapját ezeknek a hangszereknek. És egyébként pont az ellenkezője is szokott lenni néha, hogy a fogólap jön fel egy kicsit attól, hogy egy kicsit vizesebb lesz, és olyankor ezek az érintők, vagy érintő helyek, ezek így bejebb vonulnak a fogólapban, hát az sem jó, annál a esetnél is zörögni tud a basszusgitár. Néhány esetben már találkoztam olyannal, hogy ez történik. Ettől szokott én zörgös lenni az a basszusgitár, aminek így meg van csíkozva anyaka. Én úgy gondolom, hogy egy jó fretless basszusgitár az eredetileg fretless. Tehát az a jó fretless basszusgitár szerintem, amit fretlessnek gyártanak, én annyira nem vagyok ennek híve, hogy utólag fretlessesítsünk egy hangszert. Na, egy kicsit megfordítom, és a hátát is áttörlöm, és akkor ti is láthatjátok egy kicsit ezt a gyönyörű árnyalatot, amiben ez a hangszer le van fújva. Ez egy ilyen nagyon szép borostyános, ilyen barnás, citromsárgás, narancssárgás festés. Nagyon jól néz ki. Ezzel az arany szerelékkel igazán impozáns. Eredeti elektronikának még a maradványa, ez a négy lyuk, ez itt van a borítólapon. Hát ezt most már nem használják, de a hangszerben eredetileg egy olyan elektronika volt, amit így lehetett állítani. Itt voltak ilyen trimmer potik. Én sajnos már ezt az elektronikát nem kaptam meg vele, és nem is tudtam kipróbálni. De másik Blade hangszereken próbáltam, nem volt rossz, de szerintem ebben a formájában, ahogy most van a hangszer, ezzel az OK-elektronikával, meg ezzel a két szimordánk hangszedővel sokkal jobban szól, mint eredetileg. Most ugye már szeptember vége van, nagyon sok helyen elindult a fűtési szezon. Ilyenkor érdemes a hangszerenket átnézni, megnézni, hogy a nyakak mennyire másznak el. Nem ilyenkor szoktak igazán, de amikor már egy kicsit szárazabb lesz a levegő, akkor azért utána kell állítani ezeknek a nyakpálcáknak. Vannak olyan hangszerek, amiken ez soha nem fordul elő, vannak olyan hangszerek, amik ennél sokkal érzékenyebbek, sokkal gyakrabban kell őket állítani, de azért érdemes a hangszerenket átnézni és adni nekik egy új beállítást. Na, hát nézzük a húrt. Már szakítom is szét, most nem fogok beleszagolni, mert tudom, hogy megfulladok tőle. Már volt ilyen, úgyhogy ezen már túl vagyok. Ó, van itt egy ilyen kis húrozási segédlet, hogy hogyan kellene húrozni. Hát én ezt nem így fogom csinálni, én úgy fogom csinálni, hogy szoktam. Úgyhogy köszönöm, hogy tettek vele egy ilyet, de nem jött be. <laughs> én látszik, hogy nem vagyok profi hangszerész. Na, szóval ebben van egy 100-as húr, egy 80-as húr, egy 65-ös és egy 45-ös. Na, a 100-asra fogjuk kezdeni, E húr. Na hát most, ahogy kivettem az acskóba, látom, hogy nagyon szép ez a lila fonat. Ugye általában ilyen lilával szokták ezeket így fonni. Be is vannak így fonva a húroknak a végei. Nagyon szép, és hát maga a felület az pedig, az pedig nagyon sima és nagyon sejmes. Úgyhogy ezen biztos, hogy élmény lesz játszani. Hát nézzük meg, hogy mennyire lesz hosszú ez a húr. Hullában pont jól felfekszik, és itt a kulcsoknak is nagyon jó így a hosszúsága, úgyhogy ennek nagyon örülök erre a basszus gitára nagyon jó az a húr. Akkor a szokásos mérésünkkel ellentétben most egy kicsit mélyebbre fogunk menni, mert erre a kulcsra azért kell ráhagyni. Most nem négyet, hanem ötöt fogok rászámolni. Szerintem ez jó fog állni ennek. Akkor nézzük csak egy a kulcsba. Egy, kettő, három, négy és ötös, és itt elvágjuk. És a húrkurbi segítségével elkezdem feltekerni. Na, nagyon szépen felfeküdt, úgyhogy ennek nagyon örülök. Következő húrunk nem más, mint az a Áhúra 80-as. Ú, és nagyon jó kis sejmes. Nagyon jó tapintása, úgyhogy ezen biztos élmény lesz játszani. Ezt is megnézzük, hogy milyen hosszú. Ez is tökéletes. Ugye Fender Jazz Bass húrozás. Az a Áhúra mindig extrán hagyjunk rá, hogy meglegyen a megfelelő tenzió. Úgyhogy erre nem is ötöt, hanem hát nem is tudom, mennyit hagyjak rá, ráhagyok rá mondjuk egy hetet. Egy a kulcsba, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, meg még egy kicsi. Ezt nyugodtan így feltekerhetjük a kulcsra, hogy meg legyen a megfelelő tenzió és leszorító erő, ne ugorjon ki magából a nyerekből a húr. A másik irányba elkezdjük szépen tekerni, és kurblizgatunk, mindig ügyeljünk, hogy egymás alá menjenek a tekercsek, a kulcson a tekerés, ez nagyon fontos ebben az esetben. Még ez a fajta kulcs az egész jó, úgyhogy ezzel nem hiszem, hogy nagyon probléma lett volna, szépen le lehetett volna oda tolni a húr, de azért nem baj, ha hagyunk rá egy kis extrát, a hullábnál jól áll és itt is jól áll. Na, nagyon szép lett. Következő húrunk a 65-ös, ez lesz a D-húr, ez is nagyon jó tapintású, de ugye egyre vékonyabbak lesznek a húrok, úgy egyre flexibilisebbek. És nagyon szépen felfekszik. Erre most már a szokásos mennyiséget fogjuk hagyni, tehát egy a kulcsnak, egy, kettő, három, négy újnyi, és akkor itt levágjuk. És az ellenkező irányba elkezdem tekerni. Kíváncsi leszek, hogy mennyit kell majd a hangszert állítani ezután. Biztos, hogy a nyakon kell majd egy kicsit modifikálni. Azért ezek a húrok biztos kevésbé húzzák majd a nyakat. Mert egy időjárás változás is volt, illetve a fűtési szezon kezdete azért befolyásoló általában a nyakaknál. Ilyenkor tök jó lehet érezni, amikor a hangszedők elengedik magát a húrt, és így kicsit felugrik. És nagyon szépen felment, és akkor utolsó húrunk pedig nem más, mint a Géza 45-ös ő már igazán flexibilis, őt is áthúzzuk a hurlábon. Hát őre lehet, hogy itt meghagyom az összes húrt, és nem is vajon vágok le. Mert az egy, egy, kettő. Hát szerintem ennek jó fog állni, hogy nem vágok le. Egyáltalán nem probléma, hogyha nem vágunk le egy húrból. Főleg itt a g kulcsnál, ugye ezek a fajta hangszerek általában úgy készülnek, hogy a a kulcsok azok egy sorban vannak egymáshoz képest, egy két gitárnál teljesen más, egy mennél, vagy egy bármilyen másik két soros kulcsos gitárnál. De ezeknél az egy soros kulcsos gitároknál abszolút jó ez, hogyha g húrnál nem vágunk le belőle. Hát a húrok fel vannak, így előveszek egy hangológépet, és neki állok a hangszert. Hát biztos, hogy kell majd a nyakon állítani, ezt már mert egy kicsit zörög, de szerintem jó lesz ez. Na most megnézem a nyakat, hogy milyen a szöge. Hát igen, ezen egy kicsit kell állítani. Úgyhogy ennek a nyakán úgy lehet állítani, hogy egy csavarúzóval ki kell csavarni ezt a két csavart. Itt a nyakzseb végén. Ugye keresünk egy finomabb méretű csillagfejű csavarúzót, és ezeket itt ki kell csavarni. És itt a végén van egy ilyen műanyag takaró, ami egyébként egy nagyon jó megoldás, mert olyan, mint a Musicman basszusgitároknál, csak egy tök jó kis takaróval ez is van takarva, és akkor itt van egy olyan kulcs, amit hát én imbusz kulcssal szoktam állítani, egy négyes méretűvel, és akkor azzal ki tudunk egy kicsit a pálcán engedni. Most felfelé domborodik a nyak, ezt mindig ilyenkor magunk felé engedjük. És akkor megnézzük újra behangoljuk a hangszert. Hát nagyon szépen nyávog, nagyon szépen szól. Szerintem ennyi pálca kiengedés elég is volt neki. Úgyhogy kicsit tudjuk be a hangszert és hallgassuk meg, hogy szól. Hát egy nagyon jó kis hangszer Nagyon szeretem, nagyon könnyű rajta játszani, nagyon szépen szól. Úgyhogy abszolút nektek is ajánlom, hogy ha van lehetőségetek, akkor próbáljátok ki ilyen Levinson Blade gitárokat. Ezek a gitárok tényleg nagyon jó minőségűek, még akár a koreai darabok is nagyon jók. Aki még egy korai japán darabot tud belőle szerezni, annak meg tényleg azt ajánlom, hogy vegye meg. Nem annyira drágák, viszont ennek ellenére nagyon jó minőségűek. Ha tetszett ez a kis videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, like ha még nem iratkoztatok fel a csatornára, akkor iratkozzatok fel. Vegyetek Bézmitreből nekem kéne pólót. Iszonyatosan menő arcokon látni. Nagyon menők és nagyon köszönöm nekik a támogatást. Ha van lehetőségetek, támogassatok minket a Patreonon. Legyünk közösség. Szevasztok. Rock and roll.